egy 9 darabot találtak, oda is van írva, hogy a szöveg. Ezek mindegyike kunc nyelven íródott, csak kínai jelekkel. És azt hiszem, azt van ráírva, a Tuksiról is foglalkozott vele, hogy han, tehát mint kínai felhatóságje, kun, és akkor országos bán, vagy országos uralkodó, tehát ezek voltak a címei. Mindenképpen, tehát a tibeti vasutat ugye megépítették, és ilyen magasságokba jön fel. Ez már a modern technika. Ugye érdekes volt az, hogy mindenhol piros és zöld, vagy éppen ilyen piros, de egy zöld ábrázolások fogadtak minket. És ezt találtuk az egyik kolostorban. Az egyik, és van még egy ilyen halványabb változat. Ugye érdekes az, hogy mit keres a kard egy buddhista kolostorban. Hát akárkit kérdeztem, nem annyit tudtak mondani, hogy a mandzsusi istenséghez tartozik, aki viszonylag későn került be a buddhista panteonba, és érdemes lenne ennek is utána járni, ugye, hogy a szent kard kultuszához ennyire van közel. Ezt még ezekül egy ilyen kis kép, hogy a mongóliai altáj felvétel, hogy még Mongóliában így élnek, öltik a munkukat és hagyományukat, viszont Kínában is a mongolok azok mindenképpen, illetve az ungur népek megőrizték ezt az ősi hagyományt, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit mi itt a Kárpát-medencébe szintén meghagytunk, és remélem, hogy utóra egy is megörökjék ezt. Köszönöm szépen a türelmet! De mégis, hogyha van valakinek kérdése, megkérném, csak kimondottam a kérdést, fejtehetik. Tessék! Milyen nyelvet beszélt, ahol ezt végig a gyárt? Kioktattak ismerőseim, hogy először is magyarul, de oroszul, mongolul és kínaiul ezeket használtam. Ha nincsen más kérdés, tisztelt atyám, fiai, engedjék meg, hogy az önök nevében, valamint az udvarhelyi székely tanács nevében megköszönjem az előadóknak ezt az előadását, ahol azt hiszem, hogy mindenki kinyitotta fülét, szemét, de főleg az agyát nyissa meg, hogy helyezzük igaz alapra történelmünket, a hamis tanokat próbáljuk mellőzni, hogy építsünk magunknak itt Európában jövőt és létet. Én ismételten megköszönöm az előadást, és hogyha valaki könyvet akarna vásárolni, sok nincs, a szerzőtől, akkor itt még egy pár darabot talál, megvásárolhatja, és engedjék meg, hogy a székely tanács, valamint az mindannyiunk udvarhelyiek nevében egy kis emlékkel ajándékozzam meg előadónkat, egy kopjafát, ahol rovásírással székely udvarhely felé van, és a székely nap holt jeleket feltüntetve, ami ismét igazolja eredetünket, és egy kis székelyzászlót skátra akasztva, hogy legyen emlék, valamint egy kis jelvényt, székelyjelvényt adományozzak az előadóknak. Az Isten értesítésében!
Köszönjük a türelmüket! Jó éjszakát kívánunk mindenkinek!